A nevek is megmaradtak, a történetek is maradéktalanul megmaradtak. A hozzá küzdött gondolatok és néha kicsit eszéfelé kanyarodás, ez az, amit hát próbáltam egy könyvbe összeszedni. Hangsúlyozta Váradi Tibor a Zoknik a csilláron, Életek hajszálon, Történetek az irattárból című kötetének zentai bemutatóján. A kiadvány különlegessége ugyanis egyebek mellett az, hogy sajátos módon tárja az olvasók elé a történelem egy rendkívül fontos részét. Ebben a valamiképpen fölsejlik egy olyan része a történelemnek, amiről nem igen tudunk. Tudjuk, kik nyerték a világháborúkat, de egyre inkább felejtjük, hogy mi történt nap mint nap. És egy ilyen különös véletlen összejátszása folytán az apám és a nagyapám ügyvédi irattárában minden irat megmaradt. 1893-tól máig. És ezekből egy egészen érdekes és izgalmas világ sejlik fel. Ez a világ elmondása szerint magának a szerzőnek is nagy felfedezést jelentett, ezért is próbált meg könyvet faragni a történetekből. Az iratok szelektálása részben a véletlen folytán történt, hiszen Váradi Tibor sok iratot még ma sem nézett át, részben pedig a személyes válogatás folytán, hiszen azokat a történeteket vetette papírra, amelyekről úgy gondolta, hogy mások is érdekesnek fogják őket tartani. Először is ezek valóban tények. És nekünk ezekről a világháború közeli időkről nagyon sokszor képletek voltak, plakátokat láttunk, és akkor a plakátokban egyesek hittek, mások tagadták. De hogy mi is történt valóságban a mindennapokon, és mindennapok során, erről nem tudunk eleget. Ezekben az iratokban azonban, ahogy a szerző fogalmaz, minden ott van, ráadásul nagyon pontosan rögzítve. A zentai könyvbemutatón Váradi Tibor kiemelte, szeretné folytatni az iratok átnézését, sőt, a könyv esetleges folytatását sem tartja kizártnak.